Ja, amúgy látszik, nem mindegy, hol nőttél fel, tehát meg Csíkszeredán, vagy Budapesten például, 80-as években. Van egy csíki haverom, Pista, és elvett feleségül egy pesti csajt, és tavaly nyáron volt lagzi, és van ez a szép szokás lagzin, ugye, hogy ilyen gyerekkori fotókat mutogatnak, egyet a mennyasszonytól, egyet a vőlegénytől. Hát volt különbség. Először is a mennyasszony fotói színesek voltak. De ott volt egy ilyen virágos ruhácskában, ilyen karácsony felőtt, akkor váltás, és következett egy ilyen homályos, fekete-fehér fotó, egy olyan cikcakkos szélű, mert még be van szkennelve, tudod. Ott áll Pista rajta egy rossz kerítés előtt, elnyúlt puloverben, így néz előre. Még egyet klikkelsz, eltöröm az ujjadot, ez írja így a szemében, tehát igazi kommunista életérzés. Na de hát változott már a világ nyilván. Azért Pesten is vannak furcsaságok, meg van egy, lett egy pesti barátom, Tamás. Hát ő kertes házba költözött, azt mondja nekem egy nap, képzeld el, a szomszédomnak nincsen fűnyírója. Ne basszál, ilyet. El sem tudom képzelni. Azt mondja, hanem van egy ilyen állata, jó vagy kecske, melyik az, amelyik eszi a füvet? Na, te se biológiával érettségiztél, az biztos. Mondom neki, te, az a tehén. Ja, igen, 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 persze, tehén. Úgyhogy most ez van Tamás agyában, hogy a szomszédjának van egy ilyen fűnyíró, gyapjas tehene, amelyik ekkora. Volt egy diófája, kivágta a picsába, kész, neki nem kell. Na, te miért vágtad ki a diófát? Hát mind hullott le a dió. Mire számítottál? Ott marad életed végig a dió? Hát a lépett rá egy zavarat. Nem gondoltál arra, hogy felszedjed a földről? Tényleg. Tehát